Szóval köszöntöm a Mezduri kedves televízió nézőket, akik a Körös Televíziót nézik. Hallottam, hogy szívesen néznek minket. Igen, nagyon szeretnek. És sűrűn látnak minket Szenes úrral. Hozzáteszem azt, hogy nincs semmi akadály annak, hogy a Körös Televízióban legyenek mezőtúri hírek is, és láthassák saját maguk településük, városuk híreit, csak ebben meg kéne állapodni. Elmondom önöknek, hogy Szarvasváros képviselőtestet nem én, megrendelte a Körös Televíziónál azokat az adásnapokat, amikor mi itt vagyunk, sőt, mi több ezért fizetünk, és Szenes urat is fizetjük, úgyhogy ő a műsorvezetője a szarvasi műsoroknak, nem csak az enyémének, hanem minden nap, amikor ide jönnek. Ahogy azt a nézők megszokhatták. Igen, ezek természetesen arról szólnak, hogy a városban minden eseményt igyekszünk kibeszélni, igyekszünk elmondani a gondolatainkat, mert ha nincs jól valami, akkor szólnak nekünk, hogy ha nem is a televízió adásában, de másnap reggel, vagy két nap múlva, vagy az utcán találkozva, szólnak, hogy polgármester, ez így nincsen teljesen jó, vagy az nekem tetszik, vagy nekünk tetszik. De minden intézményvezetőnek is mindenkinek van lehetősége, hogy itt a kamerák elé üljön, sőt a gazdasági társaságoknak is, hogy elmondják a legújabb híreiket, amely a közérdeklődéshez számot tarthat. Ez minden nap így van, és mindegyiket az önkormányzat fizeti. Ezen kívül pedig van egy városi krónika, úgyhogy az a híradó, amelyet itt készítenek, sőt azok a kis bemutatófilmek, amelyek különböző rendezvényekről, eseményekről van, az pedig egy, hogy szoktuk nevezni, mi a műsor címe? Hát van a híradó, Városi krónika. Városi krónika címe hasonló módon fizeti az önkormányzat, és így a Körös Televízió, ha meghívást kap, hanem, ha szólunk, hanem, ő megy ezekre az eseményekre, rendezvényekre, és felvételeket készít. A érdeklődése volt tekintettel teljes egészében vagy részében levetítjük és behozzák. Ezeket mind Szarvasváros képviselőtestület, pontosan azért, hogy vannak, akik nem tehetik meg, hogy elmenjenek a rendezvényre, de nem maradjanak le róla, tudjanak fontos eseményekről, belássanak a szakorvosi rendelő építkezésébe, vagy épp a bölcsőde felújításába, mert oda menet közben nem engedik be őket, de a kamera az bemehet és megnézi. Bizony. Így a tájékozottságot biztosítjuk. Úgyhogy köszöntöm Önöket, és hogyha Önök is úgy gondolják, akkor tegyék a dolgokat is, otthon szervezzék meg ezt, hogy lehessenek vagy a Körös Televízió, vagy másik televízióban látni az Önök hétköznapjait is, vagy hogyha úgy gondolják, akkor a mi adás körzetünkben a Körös Televízió vevő erre a dologra vállalkozik. Hát annál is inkább, mert ma is beszélgettem jó néhány mezőtúri kedves barátommal, és elmondtuk, hogy ez semmi újdonság, hiszen ez így van, hogy a túrivásár évszázados, 600 éves hagyománya óta szarvas és mezőtúr valamilyen módon ezer szálon mindig kötődött és kötődik egymáshoz. Szóval én ezt azért mondtam el, az információn túl, hogy ne szidjanak minket, nem hagyjuk ki a mezőtúri híreket, hanem erre a Körös Televíziónak nincs megbízása. Viszont részünkről van, mi szívesen közreadjuk az, ami történik a városban, hogyha tetszik, akkor nyomják be a televízió gombot és nézzék meg. Szívesen látjuk Önöket is a televízió képernyőt, a szarvasi hírekkel, de mi magunktól és a város nem tud mezőtúri felvételeket készíteni, csak hogyha megbíznak és megengedik. Így van, így van. Jó, tehát ez külön üzlet, mármint a megbízás és a... Ez pontosan így van, polgármester. És ezért a képviselőtestület minden évben különböző tartalmú megállapodásokat köt, van még rádióval és a másik televízióval is szerződésünk. Igen.